egyévi képviselői tiszteletdíjamat ajánlom fel az Újbudai Trianon Emlékpark létrehozására. A botrányos módon beépíteni tervezett, de a civil összefogással egyelőre megmentett úgynevezett saroktelek helyén. Miután az önkormányzat bár tavaly egyhangúan megszavazta a hiánypótló Trianon Emlékpark létrehozását, de a június 25-én lejárt határidejű határozatot nem követte semmilyen intézkedés, még a hely kiválasztása sem. A főváros legnépesebb kerületében nincs helye tehát a magyarság legnagyobb tragédiájának. Már a zsidóságával kérkedő polgármester a Trianon Emlékpark vitájában tett kísérletet arra, hogy az inkább a holokausznak is emlékhelye, N+1. Emlékhelye legyen. De a határozat végül úgy szólt, idézem, Újbuda önkormányzata képviselőtestülete 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, kinyilvánítja, hogy a 11. kerületben Trianon Emlékpark kialakítását szükségesnek tartja, illetve a megvalósítását támogatja. Határidő 2020. június 25. Felelős dr. László Imre polgármester. Mivel azonban azóta sem történt semmi, most felajánlom tehát egyévi tiszteletdíjamat, ha az emlékpark létrehozásával egyúttal végleg megmenekülhet az úgynevezett saroktelek a beépítéstől. Az Ulászló, Vincellér, Kökörcsin, Zsombolyai utcák által határolt ősfás területen, az egykori tüdőgondozó helyén ciklusokon átívelő beépítési kísérlet zajlik. Ez az, ahol üres rész van, azt be kell építeni, profittá kell tenni, szemléletet folytatná a fideszes után a jelenlegi kerületvezetés, a jelenlegi ellenzéki kerületvezetés ugyanúgy. Két hatszintes társasházat építetnének ide, 42 lakása, 24 fát is kivágva. A Mi Hazánk viszont emlékezteti a Szivárvány koalíciót a választási ígéretükre, hiszen a balliberális pártok másfél éve azzal kampányoltak, hogy Újbuda megtelt. Már a közfelháborodás nyomán az önkormányzati vezetés egyelőre meghátrált, de titkosították a pályázatra érkezett csábító 710 millió forintos ajánlatot. Egyedüli képviselőként vettem részt a pályázatok bontásán, ezért tudtam nyilvánosságra hozni a számokat. Azt is, hogy a legjobb ajánlatnak is része az építendő parkoló és rendelő 198 millió forintos önkormányzati visszavásárlása, így 512 millió forint bevétele lehetne csak az önkormányzatnak. A titkosított, de a Mi Hazánk mozgalom által nyilvánosságra hozott önkormányzati értékbecslés szerint nettó 676 millió forintot érő ingatlan eladásából, tehát csak 512 millió forint bevétel lehet. Öt ajánlat volt egyébként, 335 millió forinttól kezdve, kettő gyanúsan meghaladta a vélhetően kiszivárgott értékbecslést 700 és 710 millió forintos ajánlattal. De a lényeg, hogy összességében túl alacsony értékű ajánlatok érkeztek az újbudai ingatlan kiárusításra, ezért nem adják el csak egyelőre a telket. A Mi Hazánk mozgalom azonban mindent megtesz, hogy az ingatlan zöld terület maradhasson a Trianon Emlékpark létrehozásával, mely mulasztásos jogsértése is az önkormányzatnak.